Nagy szeretettel üdvözlöm most is a Rocktérítő Plusz nézőit és hallgatóit, nézőit a podcast formátumban, hallgatóit pedig itt a Spirit FM-en. Mai vendégünk Kassai Lajos, a modernkori lovasi íjászat megteremtője, megálmodója, egyébként egyetemi oktató, és hát tulajdonképpen egy saját kulturális univerzumnak a feltalálója és véghezvívője. Elsőként, mielőtt a sűrűjébe belevágnánk, azt szeretném kérdezni, hogy mit is jelent egyáltalán a lovasi íjászat, és hogyha ez valóban ön kezdte újra a modernitásban, akkor mi volt vele addig, és mennyi volt a pauza, és hol tart most ez? Hát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mi nézőket. Én hallottam egy olyan mondást valakitől, majd segítsen ebbe, hogy a rock and roll nem egy tánc. És én erre azt mondom, hogy a lovasíjászat nem egy sport. Sokkal több dologról van itt szó, hiszen a lovasíjászat az több úton vezet Rómába. Lehet egyfajta hagyományőrzés, lehet egyfajta sport, lehet egyfajta harci művészet, és ennek a letisztult formája lehet egyfajta filozófia. Ugye én már a 59 évesen vonultam vissza a lovasíjászattól, most 63 évesen dolgozom föl azokat az élményeket, azokat a tapasztalatokat, amik ez alatt az idő alatt értek, és olyan szoros összefüggéseket látok most, hogy a lóval való kapcsolatunk, az a külvilággal kapcsolatunk szimbóluma, az íjjal való kapcsolatunk, ami belső világunkkal való kapcsolatunk szimbóluma, minden lövéssel egy kicsit közelebb tudunk kerülni önmagunkhoz, a lóval való viszonyban egy kicsit közelebb tudunk kerülni a külvilághoz, és ennek az egyidejű megélése a lovasíjászatban a vágtaugrás felső holtpontján leadott lövés. Ugyanis ebben a pillanatban nekem a külvilággal is, ami a lovat jeleníti meg, tökéletes harmóniába kell lenni, és a céllal is tökéletes harmóniába kell lenni. Aztán. És számomra a harci művészet az úgy alakul ki, hogy az ember nagyon sokat csinál valamit, egyé válik azzal, amit csinál, és ebből a gyakorlatból bizonyos megfigyeléseket, konzekvenciákat von le. Itt jöttem én rá például a lovasíjászatban, hogy rugalmas kapcsolatba kell lenni a céllal. Tehát mindaddig, amíg én a talajon lövök, állok a talajon, megfeszítem az íjat, addig én tudok a balagyféltekémre támaszkodva pontos célzott lövéseket leadni, úgyhogy fix pozícióba húzom, beakasztom, a pofacsontra húzom az ideget. Tehát keresek valamit, stírelem a vesszőnek a hegyét, ránézem a célra. Tehát vannak külső pontok. Most a lovon nincs semmi. Egy vágtató lóhátán egy pillanat van, egy mozdulat van, és ahhoz, hogy én ezt a lövést végre tudjam hajtani, a talaj íjászattal szemben nekem egy rugalmas kapcsolatot kell kialakítani a céllal. Na most, hogyha én több ezer, több százezerszer megélem ezt a pillanatot a gyakorlatban, ez az ember sejtjeibe beivódik, részesevé válik az életének, és van egy pillanat, amikor azt mondja, hogy hát végül is nekünk az Istennel is egy rugalmas kapcsolatot kell kialakítani. Végül is nekünk nem csak a fizikai céljainkkal, hanem az elképzeléseinkkel is egy rugalmas kapcsolatot kell kialakítani. És aztán ebből jönnek azok a gondolatok, amikkel én most kiállok a hallgatóság elé, most már nem lóháton nyilazva, hanem ennek a 63 évnek a tapasztalatait igyekszem megosztania. Hát ez hallatlan izgalmas. Nagyon szeretném kipróbálni. És el tudom képzelni, hogy mennyire komplex lehet, hiszen azt nem mondanám, hogy tudok lovagolni, de vágtáztam már párszor, és tudom, hogy az milyen élvezetes, és egyben mennyire nehéz is egyébként. Nem, hogy még közben nyilazni, és még közben a célt is eltalálni, szóval az elképesztő lehet. Egy helyen honfoglalás, vagy több helyen is honfoglaláskori emberként definiálta önmagát. Kifejteni ezt bővebben? Hát ez talán arra utalt, hogy én nagyon sokáig nem találtam a helyemet a világba. Azt gondoltam, hogy valami fajta adminisztrációs hiba folytán kerültem a 20. századba. Nem voltam kompaktibilis, nem tudom, mennyire ismerősek ezek az érzések. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy főállású világidegen vagyok. Hát, hogy nem, egyszerűen nem találtam
fel magam, tehát én egy igazi hatökör voltam. Tehát én jártam iskolába, de úgy nem szervültem ezekbe a dolgokba. Megvoltak a kis saját álmaim, elvrándozásaim, elképzeléseim a világ dolgairól, de azt Planck fogalmazta meg a legjobban, amikor megkérdezték, hogy mi a kosz, azt mondta, hogy az az anyag, ami nincs a helyén. És amíg az ember nem kerül a helyére, addig egy ilyen tévejgő. Na most én számomra az első ilyen útjelző tábla, az a Csésebestyén Károly által megrajzolt honfogláskori íjnak a szerkezete volt. Hat éves volt, amikor először láttam, és hát teljesen magával ragadott maga a forma, és attól a pillanattól kezdve ennek a formának a bűvéletében éltem, és aztán minden, ami ehhez tartozik, hát nyilvánvalóan a forma elvitt az ősmagyarokhoz, ez a forma aztán elvitt az íjkészítésbe, ez az íj aztán elvitt a lovasi íjászatba, tehát így szépen lassan alakult az életem, mindaddig, amíg nem váltam együgyűvé. És az, hogy én együgyűvé tudtam válni, ez attól a pillanattól kezdve én saját magamban egyetlen ügy van az életemben, ez pedig a lovasi íjászat. Jó, de viszont az látható, hogy ebből az egy ügyből viszont ajtó nyílik szinte mindenre, és hát hogyha ezt így nézzük, akkor én értemben aki jól csinálja a dolgát, annak mind egy ügye van, viszont mégsem lesz szakbarbár ebben az ügyben. Igen, de nem ilyen a világ. Tehát nagyon felületes a világ, és számtalan ezoterikus iskola van, számtalan harciművészeti iskola van, és az a fajta hozzáállás, az a fajta attitűd, ami az embert szerintem korábban jellemezte, ez pedig a hűség. Az nagyon fontos ahhoz, hogy én kitartsak egy adott elképzelés mellett, mondom a példáját ennek, ahhoz, hogy nekem ivóvizem legyen a völgybe, 200 méterre kellett lefúrni. De le kellett menni 200 méterre. És amikor lementünk 200 méterre, akkor a szondát leengedve láttuk azt, hogy milyen vízmozgás van 75 méteren, 150 méteren, és aztán hova helyezzük majd el a szivattyút. Na most ez a 200 méter megvan csak 100 különböző helyen. Tehát a mai ember leás 2 méterre, nem talál vizet, elmegy egy másik iskolába, egy másik guruhoz, ott is lemegy 2 méterre, ott sincs víz. Gyakorlatilag rengeteg kutatásunk, anélkül, hogy az éltető vízhez lejutnánk. És ahhoz, hogy erre a szintre el tudjunk menni, ahhoz vagy egy vallási közösségbe, egy kórusba, egy bárhova nekem be kell szervülni, ahol meg tudom élni azt a 200 métert. Mert ha én oda nem megyek le, addig nem lesz víz. Hiába mutatom föl, hogy a 200 méter megvan, csak egymás mellett vannak ezek a 2 méterek. Hát erről még nagyon sokat fogunk beszélni, legalábbis amennyire a keret engedi. Egy helyen azt is mondta, hogy az életmód a státuszt sugároz. Egy olyan kontextusban, hogy az emberek által felül reprezentálják a látszatot, és a mögöttes tartalom az ehhez képest sovány. Ezzel szemben mondjuk Jézus szolgálatát, földi szolgálatát úgy is jellemezhetnénk, mint amit mindvégig álruhában töltött el királyként, de nem demonstrálta ezt, és kevéssé hangoztatta, csak a segítésével és a szeretetével jelezte, hogy máshonnan jött, mint ez a bolygó. Szóval nekünk milyen áruhát kell öltenünk, hogy a státuszunk ne legyen túl felülreprezentált? Hát szerintem nekünk le kell vetni a jelmezeinket. Tehát az a legfontosabb. Szóval nekünk nem fölöltözni kell a 21. századi embernek, hanem levetkőzni. És nekem van egy nagyon kedves történetem erről. Dicsőfi Endre, egy nagyon jó barátom, kiült nyaralt valahol Tájföldön, nem tudom pontosan, hogy hol, a tengerparton. Minden reggel találkoztak egy idős, nagyon szegény kínai bácsival, aki kumfuzott ott magába. És aztán mellé szegődtek, a bácsi elkezdte őket tanítani, és ebből egy nagyon, nagyon jó barátság lett, és amikor letelt a nyaralás, vége volt ennek a vakációnak, akkor bementek a tengerparttal szemben lévő szálloda portájára, és megkérdezték a portást, hogy ismeri ezt a nagyon szegény, nagyon idős kínai bácsit, és mondta, persze, Li bácsit mindenki ismeri.
Látjuk, hogy mennyire szegény. Ez a kínai munkásruha volt a kisöregen, és mi nem akarunk úgy elmenni ezután, a két hét után, hogy ne adnánk neki valami ajándékot, de látjuk, hogy szegény az ember. Szeretnénk valami hasznosat vásárolni, amit tud hasznosítani a mindennapi életében. Tudna ebbe segíteni, hogy mire lenne szükség? Aztán természetesen jöjjenek ki velem. Látják ezeket a szállodákat? Igen, ez mind Libácsié. Nagyon jó. Na most én azt mondom, ezzel a rongyrázással ez teljesen szemben, hogy amiben vagyunk, és nekem ez mindenképpen Libácsié egy példa, és az a fajta proli veretés, ami folyik, az vérforraló számomra. Tehát, hogy másnak akar látszani, többnek akar látszani, nyilvánvalóan ennek megvannak a pszichológiai veszélyei, mert ez nem egy fönntartható állapot hosszú távon, hogyha én eljátszok egy szerepet, még az is előfordulhat, hogy elhiszem magamról egy idő után, és most én azt látom, hogy ebbe topzódunk. És a kereskedelmi tévézés az azért ezen a ringlisen nagyon nagyot lökött. Nagyon nagyot lökött, és az internet még nagyobb. Úgyhogy, hát igen, ez nem egy könnyen megoldható, mert olyan mértékben játszik rá a gazdasági érdekeltség erre az emberi jellemgyengeségre, hogy az ellenállás készségét szinte felőrni, hiszen minden pillanatban jönnek az ajánlatok a legkülönbözőbb helyekről, hogy minek látszunk és mit vegyünk meg, ami még hiányzik. Viszont ezek olyan mértékben eltérítenek attól, akik vagyunk, hogy szerintem egyre több ember azért elkezd elgondolkodni ezen. Én legalábbis, ahol mozgok, ott egyre több dac és düh jelenik meg ezzel a trenddel szemben. Ami szembe megy annál, az az ön lelkének a kivetülése. Hát azért valahol mindig saját magunkat találkozunk. Tehát ezért vannak ezek a buborékok. Én akárhol megyek a világban, mindig egy kicsit egy Kassai Lajos jön velem szembe valahogy, és nagyon ritka az, hogy más emberekkel találkozunk, de hát vannak ettől nagyon más emberek is. Igen, de talán a mi beszélgetésünk pont arról szól, és majd ide szeretném az egészet kifuttatni, mint eredő irányában, hogy mind a ketten máshonnan indulva, meg máshol is tartva, de azon munkálkodunk, úgy vélem, hogy beszélő viszony legyen a legkülönböző emberek között. De mielőtt még ide eljutnánk, hagyd tegyem fel azt a kérdést, hogy a természettől való elszakadás ugye sebezhetővé tette az embert, de ön szerint lehetette volna, persze költői kérdés, más fejlődési irányvonala az emberiségnek, ha visszafejtjük az okokozati szálakat, akkor oda érkezünk meg, hogy a technológia, a különböző tudományágak, azoknak a szponzorai és érdekeltségei tulajdonképpen szükségszerűen hajtották ebbe az irányba a malmokat, hiszen ebben egy csomó jó is van, tehát a technológia nem szintisztán a gonosz kivetülése, hanem támaszkodunk rá, és számtalan hasznos vívmánya van. Szóval viszont mostanra akkor is így az egész Alessuzámen egy megállíthatatlan hajsza. Szóval akkor ön szerint van-e más alternatíva, létezhetette volna más alternatíva, és hogyha igen vagy nem, akkor is mit tudunk most csinálni, miután már mindez megtörtént és benne vagyunk? Hát nagyon nehéz, ugyanis ez a homo sapiens, ez kiirtotta az összes embert. Hát nem a homo sapiens volt az egyetlen, hanem itt volt a neandervölgyi is, de gyakorlatilag ezek az emberek eltűntek egész egyszerűen, feltehetően az agresszivitásunknak köszönhetően. Tehát itt megjelent egy olyan attitűd, ami végsöpört a világon. Én sokat töröm a fejemet ezen, hát ha belegondol abba, hogy az emberiség történetének, ami legyen valamennyi, legyen 100, ennek az emberiség történetének a 97%-át töltöttük kőkorszakban.
Tehát az, hogy mi milyenek vagyunk, egyrészt genetikailag van meghatározva, másrészt az az életmód, amiben éltünk, annak a nyomai föllelhetőek, hogy mi létezésünk 97%-át azzal töltöttük, hogy gyűjtögetünk, és aki nem tud eleget begyűjtögetni, az elpusztul. Tehát, hogyha megnézzük a konzumidiótát, akkor ennek van egy eredője, hogyha visszamegyünk az időbe. Lehet ilyen logikus következtetéseket levonni, de nagyon nagy változást hozott a növénytermesztés. Tehát amikor megállt az ember. Hát a növénytermesztés lehetővé tette azt, hogy óriási felesleget hozzon létre. Akkor jelentek meg a társadalmi különbségek. Addig nem voltak társadalmi különbségek. Tehát a gyűjtögető, halászó, vadászgató népeknél nincs társadalmi különbség. Ezt a letelepedés, a növénytermesztés hozta, amire egy óriási lökést adott az ipari forradalom, aminek aztán vannak megint csak státuszai. Én azt látom, hogy az exponenciális ütemű változás, ami ma az embert jellemzi, ez az ember számára feldolgozhatatlan, hiszen Mózes és Jézus között eltelik 1700 év úgy, hogy a zsidó kultúra nem mozdul. Nyomon követhető szokásaik, öltözködéseik, szinte alig változik valami, 1700 év. Egyiptom több ezer év. Ma viszont hát már egy generáció között olyan különbség feszül, hogy nem is értjük egymást. Hát állítólag másfél évente, de ez is már egy régi adat, lehet, hogy még gyorsabban duplázódik az addigi tudás. Neurotikussá tesz, mert nem tudjuk követni. Hát tehát persze, nem tudom a saját gyerekem. Nem erre van tervezve az ember, hogy ez befogadja. Így van, tehát ezek nagyon, nagyon szerintem mindenkit foglalkoztatnak ezek a kérdések, nyilvánvalóan engem is. Én még azt látom, hogy ha az ember fölabászkodik a Maszló piramis csúcsára, akkor ott megőrül. Tehát a jólét szerintem nagyobb veszélyekkel jár, mint a nyomor. Minden civilizációnak gyakorlatilag ez okozta a bukását. De hát a nyomorra mégsem törekedhetünk, tehát erre akart utalni a kérdés. Én azt gondolom, hogy a proféták törekedtek erre. Én azt gondolom, hogy a remeték törekedtek erre, és én azt gondolom, hogy mindig volt egy olyan irányzat, egy olyan vallási irányzat, aki hangsúlyozta. De nézzük meg a hét főbűnt. Ha megnézzük a hét főbűnt, akkor én erre azt mondom, hogy ez a hét főbűn, amit érdekes lenne tudni, hogy miért főbűnnek neveznek, hiszen a gyilkosság a torkosságnál azért durvább dolog, de mégis ez a hét főbűn meg van határozva, és hogyha megnézzük, hogy mi is ez a hét főbűn, a kevésség, a fösvénység, a bujasság, a torkosság, az irigység, a harag és a jóra való resség, ugye? Ez egy csiszolóvászon. Ha finomra akarom a szobrot hangolni, akkor ezt a csiszolóvásznot használom. Mert véleményem szerint a szobor alkotásnál a törvény az a stílfűrész. Ez egy durva eszköz. De ha én ezekkel a finom eszközökkel dolgozom, akkor nem, nincs szükség durva eszközökre. És hogyha megnézzük a világnak a problémáját, hát akkor a hét főbűn gyakorlatilag az most egy idea. Bármelyike. Persze. Ennek a hét ebben a felosztásban főbűnök. Szereplő, ebben a kategorizálásban szereplő bűnök valóban sokszor erényként vannak. Abszolút. Bármelyikét nézhetem meg. Hadd kérdezzem most meg azt, egy kicsit ugorva, de annyi a kérdésem, hogy ez most mégis indokolt. Ugye a lovasiászat az egy harcművészet. Harcban katonák vesznek részt, parancsszavakat adnak, vesznek, teljesítenek. A békében nagyobb a szabadság, és ott inkább nem parancsszavak vannak, hanem kérések. Ön, aki természet közeli életet él, és ezt is hirdeti, ön szerint melyik áll közelebb az ember őseredeti állapotához, a harcias katonai lét, vagy az úgymond polgári, vagy ennek őseként megfogalmazható termesztői, termelői, békés létezés? Egy egészséges társadalomban mindez megvan. Megvan. Tehát valahogy egy egészséges társadalomban megvan a katona, megvan a pedagógus, megvan a gyógyító, tehát ezek az ős archetípusok ott vannak, mert ez egy archetípus. Most a harci művészetekről, amikor beszélgetünk, egy harci művészeti iskola mindenki számára lehet hasznos, de a harci művészeti iskola alapvetően a harcos archetípus önismereti és személyiségfejlesztő útja.
a legjobb. Ez egy karakter. És hogyha ez a karakter jelentős önismeretre és jelentős személyiségfejlesztésen akar végigmenni, akkor a legjobb számára egy harcművészeti iskola. Hát ebből többet tudtam most meg, mint egész életemben a militáns pályaválasztásról eddig vélelmeztem, ami távol állt. Semmi köze hozzá. Tehát most nem a militarizmusnak a pejoratív értelmét értem, hanem hogy van egy olyan karakter, aki igenis abban látja az életben a küldetés, és szükség van, azt magam is nem tagadom ennek a szükségességét, hiszen a világ züllött és romlott állapota megköveteli, hogy legyenek, akik fegyvert viselnek, de ennek a pszichológiáról most elég sokat tudtam meg. Most megszakítjuk az adást, ahogy szoktuk, és elmegyünk egy zenélésre, aztán visszajövünk és folytatjuk a beszélgetést Kassai Lajos lovasi ijásszal. Folytatjuk a Rocktérítő Plus beszélgetést Kassai Lajos lovasi ijásszal, és még most visszaadnám a szót, mert egy nagyon fontos gondolat közepette szakítottam meg, amelyben a harcos archetipus... Ugye most nyilvánvalóan, miután én egy harcos archetipusnak apostrofálom magam, én megtaláltam ezen a pályán azt a lehetőséget, hogy önismeretre tegyek szert, megtaláltam azt a lehetőséget, hogy a gyakorláson keresztül a személyiségemet tudjam fejleszteni, és nagyon fontos látni azt, hogy valószínű a New Age szólt ebbe bele, hogy nagyon nagyra nyitotta az ollót, és itt mindenki mindenkit csinál, holott véleményem szerint ezek a szerepek nagyon is le vannak osztva, ezek ki voltak találva ezek a rendszerek. Igen, a megmarketingelt vallási szinkretizmus, ugye az nem teszi senkinek. Így van, kicsemegézem. Na most ehhez hozzátartozik az, hogy csináljunk valami nagyon ezoterikus dolgot, de azért itt a saját komfortzónájából senki nem hajlandó kijönni. Na most, ha én nem hozom ki a komfortzónájából, nem történik semmi. Tehát az alap, hogy a komfortzónámból kilépjek. De most ez minden archetipusnál tetten érhető, egy társadalom véleményem szerint akkor egészséges, hogyha ezek az archetipusok az adott területen meghatározó szerepet töltenek be, pedagógiai pályán a tanító archetipus, orvosi pályán a gyógyító archetipus, és aztán hosszasan lehetne sorolni, és feje tetejére áll a dolog, hogyha mondjuk egy jó kereskedő lesz a haderők főparancsnoka, vagy bele... Világos. Egyébként nagyon megdöbbentő, hogy ezt mondja, mert a Biblia maga is beszámol erről. Azt mondja a Jelenések könyve egy helyen, hogy a nagy Babilonról, a romlott világrendnek az elnevezése ugye a nagy Babilon, ami nem konkrétan egy földrajzi hely, hanem egy márkajelzés, egy emblema. És erről azt mondja, hogy azért is ér a büntetés, most egy kicsit pestiesre fordítva, mert, és ez már konkrét idézet, a te kalmáraid voltak a föld fejedelmei. Vagyis, hogy egy olyan korba vezeti bele a világszellem a világot, ahol gyakorlatilag a gazdasági érdek, a kereskedelem a végső szó, a végső irányító szó. Ez egy hátborzongató, és egybevág azzal, amit mondom. Ez egy hátborzongató dolog, és itt mindenki a gazdaság felé fordul, és én mindenkinek azt mondom, hogy a kultúra az első. Tehát itt, hogyha valaki gazdaságot akar teremteni, az teremtsen egy kultúrát, mert a kultúra az előfeltétele, és nem fordítva. Tehát nem a gazdaság fogja megteremteni a kultúrát, hanem mindig egy adott kultúrából jön létre egyfajta gazdaság. Ez a válasz akkor se lehetett volna jobb, ha előzetesen megkérem, hogy ezt válaszolja, mert pontosan felvezette azt, amit szeretnék kérdezni. Ugyanis beszélt arról, hogy a kultúra tud változást hozni, és nem a politika, és nem a gazdaság. És ebben maximálisan hiszek. Viszont, és a hit természetesen. De viszont azt látjuk, hogy egy olyan korban élünk, amikor nagyon is a politika, sőt a politikának egy új, és mindig is létező, de soha ennyire agresszív és kiszámíthatatlan módozata irányítja a világot, amely átláthatatlan összefolyása a gazdasági szférával, már-már a demokráciát is veszélyeztető módon,
És azt eredményezi, ezt látjuk minden nap, hogy ez polarizálja a világot. Tehát, hogy nem azt látjuk, hogy a kultúra picit jobbá tesz, picit közelít egymáshoz embereket, nemesebbé tesz, csiszol bennünket, hanem a maradék még ilyen tartalékot is felszámolja, és hasít, és lövészárkokat, buborékokat képez. Szóval, hogy lehet ebben a... ilyen nagy hatalmakkal szemben még továbbra is hinni, és kis talpas munkát végezni a köztünk lévő szeretet kapcsolat megújításáért? Ez egy nagyon fontos kérdés. Most még előzőleg arról, hogy a valódi problémát a politikusok hatalomra törése mellett az jelenti, hogy a tömegek elvesztették a látását a fikciónak és a valóságnak. Tehát, hogyha ez egy tömegjelenséggé válik, hogy én a fikciót a valóságtól nem tudom megkülönböztetni, akkor ez olyan szintű visszaélésekre ad lehetőséget és teret, ami elé nézünk most, én azt látom. Tehát az, hogy ha megfigyeljük a virtuális térben lezajló folyamatokat, ha megfigyeljük a médiában lezajló folyamatokat, hogy gyakorlatilag itt tévécsatornák van a valóság különböző bemutatására, és egymással összese vethető dolgokat látnak. Most itt megjelennek azok a tömegek, akik a valóság és a fikció közt nem tudnak különbséget tenni, és ennek beláthatatlan következményei lesznek. Hát én pont erről beszélek, hogy amit most még jobban kifejtett, hogy mondjuk megnézem a egyik politikai oldalnak a híradásait, utána megnézem a másikat, és mintha két valóság lenne, és nem egy. És ez már csak azért is hiteltelen, mert ennyire nem lehet igaza egy valakinek, tehát bármelyik is teszem a szimpatikusabb nekem a másiknál, na de olyan nincs, hogy a másik csak hazudik, én csak igazat mondok, és akkor hol van a valóság? Itt van a probléma. Tehát eljutunk arra a kritikus szintre, hogy a tömegek már nem tudnak különbséget tenni a valóság és a fikció között, akkor szerintem ott elszabadul a pokol. És ehhez nagyon közel állunk már. Hát itt a bevezetőben, mielőtt beültünk, mondott egy nagyon jót, hogy nekünk, akik azon dolgozunk, hogy mégiscsak legyenek ilyen kis hidak, még ha miniatűr változatban is ember és ember között, akkor is dolgoznunk kell ezen, ha ennek látszólag semmi vagy igen szerény az eredménye. Ezzel is maximálisan egyetértek. Megint egy másik helyen beszélt arról, hogy az emberiség meghaladja, és ez is egy ilyen, ennek kicsit ellentmondó, amit most feltételeztünk, vagy tételeztünk, amit most fogok mondani, hogy meghaladja a racionalitás korszakát, és átlépünk egy intuitív, spirituális korszakba, vagyis azt is mondta, hogy a spiritualitás és a pszichológiai felismeréseknek az ötvözete fogja jellemezni ezt a kort. Tehát ez nagyon jó lenne, kívánom, hogy így legyen, de mintha egy túl idealizált kép lenne a jövőnkről. De hát legyen. Amikor én eljutottam arra a szintre, hogy a vágtató lóval végigrobogtam a pályán, és minden kilőtt nyíl a céltáblába csapódott, akkor azt éreztem, hogy nem én lőttem. És engem kezdett érdekelni, ha nem én lőttem, akkor kilőtt. És az én istenkeresésem ezzel indult el. Ugyanis én éreztem azt, hogy valami messze több van annál, ami én vagyok, mint materiális lény. És én nem a kereszténység felé, hanem a sámárizmus felé fordultam. Nyilvánvalóan engem a gyökerek érdekelnek, és az érdekelt, hogy a korembere vajon ezzel a jelenséggel mit kezdett, és hogy határozta meg az életét. És akkor én nagyon erősen a sámárizmus felé fordultam, és nekem volt egy nagyon meghatározó korszakom ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekes révüléseken, utazásokon mentem át, amit én nem tudtam hova tenni, és akkor én beiratkoztam a Popper Péterhez pszichológiára. Mit mond erre a pszichológia? De a Popper Péter a piazséi személyiség fejlődés állomásait mondta, és ő azt mondta teljes meggyőződéssel, hogy az ember személyiség fejlődése 14 éves korával lezárul, mert eljut a racionális tudatállapotba. Piaget 5 emeletes házat épített föl, és ha
gyakorlatilag az a pszichológia, amit Piaget létrehozott, abban a pszichológiában nem lehetett integrálni spirituális jelenségeket. Vagyis volt a pszichológia, ami egy tudomány, és volt a spiritualitás, két látszólag párhuzamosan haladó univerzum. Viszont ezt az integrál pszichológia lehetővé tette, és az integrál pszichológia hozta azt, hogy itt még van öt emelet. Tehát nem az, hogy öt emeletes a házunk, de Piagetnak József Attila szinte kortársa volt, és József Attila azt mondta, hogy túllépek-e hétköznapi kocsmán az értelemig, s tovább. Igen, igen. Tehát ő nem az értelmet, a racionalitást határozta meg, hiszen azt látjuk, hogy a racionalitás. Na most megint Planckot kell idézzem, mert a Planck mondta azt, hogy a tudós odáig jut el, ahol a vallás kezdődik. Hát igen, ez ugye Kant is a tiszta ész kritikájában, meg nagyon sok gondolkodó feltérképezte azt, hogy a gondolkodásnak bizony vannak határai, és sokan többen megfogalmazták azt, hogy igazából a paradoxon az pont ott kezdődik, amit már az értelem, amivel nem bír el az értelem, de mégis létezik. Például egy ilyen paradoxon, amit most nem fogok feltenni, csak kérdésként, mert úgyis megválaszolhatatlan, csak az ön küldetés tudatossága kapcsán felmerült bennem, hogy mit gondol arról, hogy hogyan lehet összevetni, hogyan tudja kezelni az ember, ha nem is elméleti, de gyakorlati síkon mondjuk az eleve elrendelés és a szabad akarat ellentmondásosságát, amely fel nem oldható racionális szinten, de mégis együtt kell vele élnünk. De visszatérve... De akkor egy picit, mert jó, ott átugrottunk, ott volt egy nagyon fontos kérdés, csak két kérdés volt, arra nem válaszoltam, hogy látjuk a világot, hogy mifelé halad. De én látom azt, hogy a Titanic el fog süllyedni. Tehát bennem nincsenek ilyen kérdések, viszont vannak mentőcsónakok. És ezeknek a mentőcsónakoknak óriási szerepe van. A mentőcsónakok nem tudják az egész világot átvinni, de a mentőcsónakok jók arra, hogy kis közösségeket át tudjanak menteni, és én nagyon hiszek ezekbe a kis közösségekbe, nagyon hiszek, hiszen az ember alapvetően determinált lény ilyen szempontból, tehát bennünk azért, vagy a nevezhetjük teremtésnek, nevezhetjük genetikának, de mi közösségi lények vagyunk. A ló egy csordaállat. A ló ménesben van. A ló egész élete arról szól, hogy közösség. Nem találunk lovat egyedül. És a lovat azt teszi neurotikussá, hogyha nem látja a társait, vagy nem lát nagy belátható teret. Ezért vannak az én lovaim szabadtartásban, ahol mindig látják egymás bizonyos közelében vannak, soha nem mennek úgy, hogy ne lássa a másikat, neki fontos, hiszen az életbemaradásnak ez egy fontos eleme, és a nagy tér. Született klaustrofóbiásak. Na most nálunk ugyanez a helyzet, tehát az ember az születetten közösségi lény. A legnagyobb büntetés az mindig a számüzetés volt egy ember számára, amikor kiszakították a környezetéből és elüldözték. És hány ember él ma abban az álságos számüzetésben, amit úgy hívnak, hogy közösségi média, ami pontosan a közösségiség jellegét odahazudja, ahol valójában nincs, vagy csak részben van az én. Most nem azt mondom, hogy nem tud akár ez is jobban működni, de csak abban az esetben, hogyha az adott kapcsolat a valóságban is létezik. Tehát ha én csak virtuálisan kommunikálok valakivel, akkor az biztos, hogy nem egy valós kapcsolat. De ha egyébként is megvan ez, és küldünk egymásnak üzenetet, akkor azért más. Ez nagyon egyszerű dolog. Tehát mindig egyénre bontják a társadalmakat, hogy van a társadalom, van az egyén. Ez így rendben van, de igazából, amikor egy nemzetet nézek, akkor a nemzet további nem bontható egysége az a család. Azt nem tudom tovább bontani. Ez így van. Tehát addig a pillanatig, vagy attól a pillanattól kezdve, hogy én megnősülök, attól a pillanattól kezdve, hogy nekem gyerekeim vannak, attól a pillanattól kezdve, hogy én már nem tudok egyén lenni. Ez megszűnik létezni. Én egy apa vagyok, én egy férj vagyok, ugyanúgy, ahogy a feleségem is, mi már egy közösséget alkotunk, amit nem lehet tovább szedni. Ez egy hallatlanul mély pont, ahova most elérkeztünk, ugyanis amit most megfogalmaz, az kicsit más, hogy megfogalmazva nem más, mint a keleti és a nyugati világnak a szembenállási pontja. Ugye a nyugati világban
egyre inkább dívik a szélsőséges és radikális individualizmus, amelynek azért szintén vannak megokolható szempontjai. A keleti világ az pedig egy, ezzel szemben egy radikális közösségi, ugye, hogyha a japán vagy kínai kultúrát nézzük, mint a legkeletibb földrajzi szempontból, akkor ott azért azzal is találkozunk, ami számunkra nyugati emberek számára azért egy kicsit riasztó, hogy az egyén azért nem létezik, nem éli meg annyira a szabadságát, tehát amilyen szabadság igényel például mi rendelkezünk. Ez is egy fontos kérdés volt, amit átugrottunk. Igen, de mindjárt elhallgatok. Ez fontos, igen. Csak én sajnos ilyen bőbeszédű vagyok. Szóval, tehát, hogy azt akarom ebből kihozni, hogy én magam azt gondolom erről, és nagyon érdekel az ön véleménye, hogy ennek a két végpontnak, tehát a Silicon Valley-nek és a japán vagy dél-ázsiai őserdők közötti világnak kell, hogy legyen egy optimális középpontja, ahol sem az egyén, mint egy ilyen életidegen izolált és emiatt valótlan jogokat igénylő szubjektum jelenik meg, de se nem egy ilyen besorozott hadseregnek az arctalan katonája, aki menetel a nagy egészben, hanem valahogy érti. Ez egy nagyon egyszerű, hogyha tényleg a közösséget nézzük, és mondjuk nézzünk egy családi közösséget, vagy nézzünk egy nagy közösséget, egy nemzetet, mondjuk a hazánkat nézzük, akkor ott mindenképpen kell, hogy legyen egy társadalmi konszenzus. Ugyanis valamilyen elvek szerint nekem a gyerekeimet föl kell nevelni. Közjó. Valamilyen elvek szerint föl kell nevelni. Tehát az, hogy nekem gyönyörű lányaim vannak, ott kell, hogy legyen a társadalom és a család közt egy olyan konszenzus, hogy azok a gyerekek, akiket én fölnevelek, azok a társadalomban el tudják majd foglalni a helyüket, és nem egy diszharmóniába kerülnek be. Mit értek ez alatt? És ezt én most nem látom jelenleg áthidalhatónak, hiszen a nincsenek meghatározott, a vallások azok megadták annak a terét és lehetőségét, hogy a társadalom és a család közt ne legyen különbség. Ugyanazok szerint az elvek szerint neveltem a gyerekemet, mint amilyen elvárások voltak a társadalomtól. Most ez problémás, mert nagyon egyszerű dolgokról beszélek, táplálkozás. Mondjuk én nem engedem a gyerekeimnek a cukrozott üdítőitalokat, nem engedem a gyerekeimnek a trash foodot, nem engedem a csokoládét. Igen ám, de bemegy az iskolába, és ott vannak az automaták. El van helyezve a csokoládé automata, és el van helyezve az üdítő automata. Érti? Vagyis az én gyerekem, aki egy természetes életre van nevelve, az frusztrálva lesz azáltal, hogyha ő nem fogyaszthat, nem lehet ugyanúgy része a fogyasztói társadalomnak, mint a többi gyerek, aki ott jó ízűen issza azokat az italokat. Most ez egy nagyon egyszerű, igen, de viszont példa. A társadalom plurális, és nem is homogénizálhatjuk, mert ugye az diktatúra lenne, és abból is kivette részét az emberiség. Mi több, azt is vélelmezem, hogy ezek a radikális és már nagyon sokszor teljes irrealizmusba hajló úgynevezett szabadságtörekvések, amelyek a legfőképpen nyugaton jelentek meg az elmúlt évtizedekben, rossz és irreális reakciók, vélelmem szerint, pontosan azokra a diktatórikus jegyeket viselő modellekre, amelyekben nagyon sokszor sajnos az egyház, illetve a vallás is kivette a szerepét, amikor nagyon meg volt mondva, hogy mit kell hinni, és mit kell jónak és rossznak tartani. Tehát erre is ugyanazt mondani, ami a kezdő kérdésemben volt, hogy tudjuk megtalálni ennek a kellő harmóniát, hogy megmaradjon a szabadválasztás, de valójában az úgynevezett közjó, amiről ön beszélt, ne torzuljon el annyira, hogy kimegy a gyerek a családba, és abban a pillanatban már egy szörnyűséggel. A személyiség a legsérülékenyebb mindig az ember az élete korai szakaszaiba. Tehát a legnagyobb szakértelemmel, a legnagyobb tudással rendelkező pedagógusokat azt az óvodába kell tenni. Annak az általános iskolába kell tenni. Egy egyetemi tanár lehet hülye.
de egy általános iskolai tanárnak a legnagyobb képességekkel kell rendelkezni, hiszen ott tudunk a legtöbbet ártani a gyereknek. Minél korábbi a találkozás, egy negatív, traumatizáló eseményekkel, bizony, annál mélyebbek ezek a sebek. Most a közösségeknek, a kisközösségeknek ott jön be a szerepe, hogy azok az elvek, azok a pedagógiai elvek és azok az elvárások, amivel például én a lányaimat nevelem, azok szerint, az alapelvek szerint működik a lovasijász közösség. Vagyis neki van egy óriási holdudvara. Ő nem a társadalomba lép ki a családból, hanem egy nagyobb közösség. Egy mikrokultúrába. Egy mikrokultúrába belép a közösségbe. Ez ad egyfajta, most tényleg nem menjünk filozófiába, meg gondolkodás, csak a táplálkozását nézzük meg, vagy nagyon egyszerű dolgokat figyeljük meg. Ő nem fog traumatizálódni, mert látja azt, hogy a családban markánsan megjelenő értékek, azok megjelennek egy nagyobb közösségben is, ez ad egyfajta vélelmet. És itt ugyan egy vallási közösséggel szemben, és mindenről ugyanazt tudom mondani, vagyis itt van a fehér lófia. Tehát ha megnézzük a fehér lófiát, akkor ő találkozik a fanyűvővel, de ő nem tudja leszedni a fának a kérgét. És miután nem tudta leszedni a fának a kérgét, neki vissza kell menni még 7 évre, tanulnia kell. Mit jelent a fának a kérge? A fának a kérge a valóságnak a leplezését jelenti. Tehát, hogyha én a dolgok valódiságát akarom meglátni, akkor azt a fájtlat, azt a kérget le kell fejtenem, mert hogyha én a fehér ló fia őszintességével, tisztaságával kilépek egy olyan világba, ami veleig romlott és hazug, és én elhiszem azt, amit a televízióban mondanak, akkor óriási csapások érnek. Ezen a próbán a fehér lófia elbukik, nem tudja a kérget leszedni, és vissza kell menni 7 évet ezen dolgoznia, és azt követően tudja meglépni ezt az állomást. Ezek egy ember életében, egy személyiség fejlődés szakaszában nagyon, nagyon fontos momentumok, azt gondolom. Ide kapcsolódik még ennek az adásrésznek a végére egy eléggé sumás és két mondatban nem is megfogalmazható kérdés, szóval valahogy úgy, hogy ön ugye egy elkötelezett, hagyományőrző ember, és azért látjuk, hogy ennek a hagyományőrzésnek is van olyan verziója, és ezt most nagyon, nagyon nem arra értem, amit ön képvisel, mert tisztán vagyok vele, hogy ez nem az, de van, és tagadhatatlan, ami tulajdonképpen egy bazári felszínesség, egy gicsparádé, és ez igazából kontraproduktív is, a valós, mondjuk történelmi kutató munka és annak a szellemi értékei irányában. És az is tagadhatatlan, hogy az ilyen típusú hagyományőrzésben van egyfajta, most jobb szóval mit eszembe, dafke attitűd, tehát egy olyan attitűd, ami nem is igazából azt a hagyományt akarja kutatni, ápolni, rekonstruálni, hanem valaki ellen, valakinek a kirekesztésére irányul, és sajnos a történelemben nem kell sokat kutatnunk ahhoz, hogy ilyen típusú hagyományőrzések és védjegyek és márkajelek alatt felleljünk a történelemben olyan masírozó bandákat, akik aztán mások életére törtek. Mit tudunk mondani azoknak, akik például, mint én magam is, ilyen családból származnak, és hogyan tudjuk őket valahogy érzékenyíteni, vagy az előítéletességüket, amely valljuk be sokszor jogos, csökkenteni, például az olyan típusú hagyományőrzéssel, meg hagyomány szemlélettel kapcsolatban, amit ön képvisel, hogy ne egyből egy piros lámpa meggyulladjon, hagyomány, ez már is valami szélső jobboldali náci, nem tudom én mi lehet, és hogyan válasszuk el ezt a történelmi traumák ellenére, a jogos hazaszeretettől, meg a jogos patriotizmustól, meg a jogos és becsületre méltó hagyományápolástól. Alapvetően ezt az ízlés választja szét szerintem, de mit jelent az, hogy olyan családból, mint ön ez konkrétan? Hát én például ugye zsidó családban növekedtem fel, és gyermekkoromtól ugye hallottam azt, hogy milyen márkajelzések, milyen vezényszavak alatt írtották ki a nagyszámú rokonságomat,
És amikor valami hasonló megjelenik, és akkor nagyon nehezen tudnak azok az emberek differenciálni, jó, lehet kéne tudniuk, de azért nehéz elvárni. Én tudok, mert én azért nem vagyok holokauszt túlélő, csak másod-harmad generációs, de mondjuk anyám esetében már nehezebben tudom ezt feltételezni. Nem lett ez kibeszélve. Szerintem szálljunk erre időt. Mert jó, az, amit most felvetett, ez a téma, szerintem ez nagyon messzire vezet, és fussunk ennek neki. Fussunk ennek neki a harmadik részben, jó. És akkor én ennek, mert ez érdekeltem a legjobban, jó. Bár mindegyik kérdés, amit összeértem, az jó. Önmagában egy világ, de most elmegyünk egy kicsit zenélni, és itt folytatjuk, tehát a hagyományőrzés kontra sértettség, illetve jogos sérelmek elszenvedése és ennek a kellő egészséges reakciója témánál Kassai Lajossal beszélgetést egy zene után. Folytatjuk a Rocktérítő Plusz beszélgetést Kassai Lajos lovasi jásszal és egyetemi oktatóval, és ott tartottunk, hogy egy nagyon-nagyon szenzitív és vérrel terhelt és traumáktól súlyos témához tértünk, hogy a hagyomány ápolás az hogyan tud viszonyulni még hiteles formájában is az ilyen típusú hagyományok ápolása nevében elkövetett rasszizmus és antiszemitizmus és fajüldözés egyebek okozta jogos sérelmekhez. Most itt a szünetben egy kifejezést mondott, hogy ez nincs kellően feldolgozva, egyetértek, de azt is mondta, hogy nincs kellően intellektuálisan feldolgozva. Na most itt ezzel egy nagyon picit vitatkoznék, de csak picit, mert intellektuálisan elmondható, hogy például az emberiségnek ez a 20. századi fejezete az egyik legjobban dokumentált, és a legtöbb történész és gondolkodó által, és költő és író által átmozgatott anyag. De azért van mégis igaza, mert viszont azt lehet látni, hogy ennek a témának a feldolgozása mentén is egy óriási hasadék van. Van az egyik tábor, aki teljes joggal, meg tulajdonképpen lehet mondani, hogy mind a két oldalon nagyon jó szándékú kezdeményezések vannak, de hiányzik a híd. Hiányzik az, hogy átbeszéljünk a túloldalra, és azt mondjuk, hogy igen, ez és ez és ez gonosz, semmilyen közösséget nem vállalok vele, ez és ez pedig próbáljuk meg most újraértelmezni a szavakat, hiszen egyébként is a szavak újraértelmezése nem elkerülhető. Nem vagyok egyetemi tanár, tehát én három egyetemen veszek részt nagyon komoly munkában, ahol lovasoktatás zajlik, ez az állatorvosi, a testnevelési és most már a színművészeti egyetem, de én csak a saját kaftafámnál vagyok, mint Schuster. Ez a lovasi jászat és elköré csoportosuló dolgok. A hagyományőrzésnek viszont vannak különböző irányzatai. Van az a fajta hagyományőrzés, aki megpróbál egy kort a legnagyobb történelmi hitelességgel rekonstruálni. Azt a kőbaltát kézzel pattintja, csiszolja, azt a honfoglaláskori íjat állati inakból csonttenyvel ragasztja össze, azt a ruhát szövőszéken szövi, amit az őseink használtak, azok az ötvösök. Tehát itt gyakorlatilag robbanásszerűen kifejlődött, ha csak a magyar történelmet és kultúrát nézem, egy úgynevezett kísérleti régészekből álló kiváló emberek, akik maximális történelmi hitelességgel tudnak most már hozni az öltözéktől a fegyverzetig mindent. De nekem volt egy nagyon fontos mondásom, én azt mondtam, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. Én nem az egy az egybeni másolatát akarom idehozni egy letűnt kornak, hanem én azokat az attribútumokat, attitűdöket akarom idehozni, ami egy 21. századi ember számára használható. Hogy mit ad nekem ez a kor? Mi az, amit én föl tudok ebből használni? Hogy tudom én megélni a saját identitásomat úgy, hogy én közben egy 21. századi ember vagyok? Ugyanis, ha ezt rosszul fogjuk föl, és hátat fordítunk a korunknak, akkor az egy regresszió. Én visszaregresszálok akár a 9. századba, de mindegy is, hogy hova. Nem akarok tudomást venni a koromról, mint egy tiltakozásul választom a korral szembe azt, hogy én bebújok egy kor
gúnyájába, és én ezt egy kicsit átszínezem, és én abban érzem magam boldognak. Vagy azt mondom, hogy a múltat végképp eltörölni, és nem akarok tudomást venni a történelmünkről, nem akarok tudomást venni az itt elmúlt századokról, és nem akarok részt venni semmiben. Tehát ez a kettő van. Én pedig azt mondom, hogy egy kultúra akkor tud a legmagasabb szinten lenni, ha én meg tudom élni a saját ősiségemet, és én egyszer egy 21. századi ember tudok lenni. Tehát én úgy vagyok Lovasi Jász, hogy közben egy 21. századi ember vagyok. De a fő dolog, amire rákérdezett a zsidóság kapcsolata mindezzel, ez nekem nagyon komoly fejtörést okozott, és én társadalmi képletet fölállítottam, mégpedig ez a zeketal betegség. Ugyanis, hogyha sokat szántanak egy területet, akkor kialakul egy úgynevezett eketal betegség, ami az eketal nyomására létrejött zárványból adódik, ami nem teszi lehetővé, hogy az altala és a felszín átjárható legyen. Itt nem tudnak a mikroorganizmusok megfelelően mozogni, a gyökerek lehatolni, és ami a legfontosabb, a csapadék se tud lejutni az altalajba, hiszen egy hatalmas nyári zápornál, mire lejutna a víz, a tűző nyári nap felszárítja, tehát nem jut hozzá az éltető rétegekhez. És hogyha ez nagyon sokáig fönnáll, akkor terméketlenné válik a talaj. Na most én a magyar társadalomban látom ugyanezt a problémát, itt van két társadalmi réteg, az egyik az altalaj embere, ez vagyok én, aki a hagyományokra támaszkodik, aki az ásványokat figyeli, és van a felszín embere. Míg én egy vidéki ember vagyok, a hagyományok, a tradíció felé, a konzervativizmus felé forduló, addig alapvetően a városi ember, az urbánus ember, gyakorlatilag a felszín, a napfény, a csapadék, és mindaz, ami nem az. Na most az én egész életem arról szól, hogy ennek a két rétegnek együtt kéne működni, mert ez a két réteg tökéletesen egészíti ki egymást, de mi csak azt néztük, hogy tudjuk egymásnak feszíteni ezt a réteget. Ez a felső kulturális rétegnek egy alappillére a magyar zsidóság, a nagyvárosi zsidóság, aki rendkívüli műveltséggel, intelligenciával, egy teljesen más formában járult hozzá a kultúrához, mint például az altalaj embere. Na most itt a társadalom akkor lesz egészséges, hogyha ez a két kulturális réteg nem egymás ellen dolgozik, hanem kiegészítik egymást. Én egyetlen egy ilyen példát tudok erre mondani, az a nemzeti vágta. Most hirtelen, hogyha egy példát akarok, egy pesti zsidó fiú, Geszti Péter a tőle megszokott elképesztő zsenialitásra találta ki a nemzeti vágtát, a kreativitás, és minden ott van ebben a dologban, amit ez a felszíni réteg tud produkálni, de az altalajra támaszkodva tudta ezt létrehozni, és én első pillanattól kezdve ebben a munkában részt vettem. Mondanom se kell, hogy mindkét talajréteg neki esett a Péternek. Én tanúja voltam ennek a folyamatok. Nem tudunk még, mi nem tudunk együttműködni, és azért nem tudunk együttműködni, mert ezek a rétegek nem lettek még, nem lettek ezek a problémák átbeszélve. A saját életemben tudok mondani egy példát, amikor én a zsidóságnak ezzel a traumatizáltságával szembesültem, az az volt, amikor én elkezdtem a hagyományőrzést, én elkezdtem felszínre hozni a nyerget, a jurtát, a zászló, az Árpád-sávos zászló, és én ilyen 4 méteres át, rudakon 3 méteres zászlók, az olyan gyönyörű volt, és mi lovagoltunk, és mi egy történelmi gyökérhez nyúltunk, és én ezt nem tudtam, hogy milyen mély sebeket okozott az Árpád-sávos zászló a zsidóság történetében. És én voltam az első, aki ezt használta, mondjuk úgy, hogy a rendszerváltás korán, és láttam azt, hogy ezek az Árpád-sávos zászlók megjelennek tüntetéseken. És én először nem értettem, hogy ez hogyan kötik össze ezt az emberek, mert számomra ez egész más dolgot jelentett. Ilányos. És amikor ebből egy konfliktus alakult ki, akkor én szépen leszereltem ezeket a zászlókat, mert én nem akarom ezeket az embereket semmilyen szinten megbártani. Tehát az, hogy én kötődöm ehhez a dologhoz, majd én előveszem akkor,
ezt a zászlót, hogyha itt ebben az országban mindenki számára ugyanazt fogja jelenteni. És amíg nem azt jelenti, addig tegyük el ezt a dolgot, mert nem az a cél, hogy itt a kulturális rétegek közt mi bármilyen feszültséget teremtsünk, hanem az, hogy ezeket a dolgokat beszéljük át. És nyilvánvalóan itt a felszínen lévő emberek, azok elképesztő maró gúnyt tudnak az altalaj felé megengedni, az altalaj meg a röközkötöttségével elképesztő bunkó tud lenni. Most ha nagyon ez nagyon lényeglátóan és summásan megfogalmazta mindkettőt. Ez a mit kell itt magyarkodni, most hogyha szembe akarjuk állítani ezt a két réteget, ott tudjuk, hogy mi történt, de ezt hagyjuk már francba, és kezdjük el legalább azt a tevékenységet, ugye most nekünk volt egy teányi időnk, amikor itt beszélgettünk, és azt gondolom, hogy itt most egy felszín és egy altalaj embere ül le. Ez egy nagyon nagy dolog. Tehát egy felszín és egy altalaj embere konstruktív beszélgetést tud folytatni őszintén ezekről a dolgokról. Szerintem ez egy nagyon nagy dolog, és ezt folytatni kellene. 100%-ig egyetértek, és azt kell mondjam, hogy nekem mindig pont ez volt egész életemben a legszívmelengetőbb téma. Például azoknak a nem zsidó mentőknek a végtelen nagy helyzet felismerő képessége, leleményessége és páratlan morális tartása, akik ebben a úgynevezett vészkorszakban az embert látták, önmagukat látták a bajba jutott embertársukon, és azt gondolom, hogy ez a beszélgetés, ez az irány, ez most pontosan erre mutat rá. Hát arról is szót ejtve, és ezt bár nagyon nem vagyok történész, de azért tudva levő, és eléggé feltárt, és úgy tudom, hogy eléggé dokumentált történelmi tényként említhetjük azt, hogy az ősmagyar törzsek hosszú időn keresztül a Kazár Birodalomban, Közép-Ázsiában együtt éltek a zsidósággal, és ennek a nyomai a magyarság történetében kimutathatóak. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ehhez is ilyen történelmi mélységhez kell visszanyúlni, és kölcsönösen kell tudni megbocsájtani, de még azt megelőzően is egyáltalán, mert én másnak a nevében nem tudok megbocsájtani, csak a magamiban. De érti, tehát nekünk nem kell megbocsájtani. Nem egymásnak kell megbocsájtani, hanem... Érti, tehát, hogy ezek már traumák, ezek olyan traumák, hát mi nem ártottunk egymásnak. Mi nem ártottunk egymásnak, mi már az a generáció vagyunk, akiknek ha nem lennének ilyen beszámolók, vagy ilyen emlékek, nem is tudnánk arra, hogy ez létezik. Tehát ez pontosan így van, de viszont van. Azoknak, viszont mindenki jön valahonnan, mindenki beleszületett egy családba, és mindenkinek a saját fájdalma, vagy a saját több generációs fájdalma fáj jobban. És én pontosan azért is nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, és az ön személyén kívül is igyekszem több olyan embert jóbaráti viszonyt fenntartani. Ennek és ellenére, hogy itt egy altalaj. Hogy tudom, és tisztább vagyok a hitvallásukkal, de azért ezek erre hangsúlyt, mert ő bennük is, nyilván nem mindenkivel, tehát akiben gyűlöletet látok, azzal nem barátkozom, de akiben nem ezt látom, azzal meg nagyon is szeretnék, mert szeretném megérteni, és szeretném ezeket az árkokat betemetni, nem hogy is mondjam, súlytalanul és túl könnyedén, mert még egyszer mondom, mások nevében nem beszéltek, csak a sajátomban, de abban viszont beszélhetek, és ez is már valami. Nézd, egy biztos. Tehát, hogy ha ezeket a betegséget a komoly altalaj lazítással nem gyógyítják, akkor a talaj terméketlenné válik, és én féltem a hazámat, hogy ennek a két talajrétegnek az egymásra feszülése ezt terméketlenné teszi. Ha belegondol abban, hogy mennyi magot vetünk itt el, mennyi mag szökik szárba, mennyi borul virágba, de mennyinek a termését szedjük le mi itt a saját hazánkba. Érti? Tehát, hogy itt most ez megint egy másik beszélgetés témája lenne, ugyanis én elhatároztam azt, hogy a lovasiászatnak nem csak a szárba szökkenését, a virágzását, de én szeretném, hogyha a saját hazám szednél ennek a termését is. De az nem fog úgy menni, hogy mi ne fogjunk össze, és ne kezdjük megérteni ezt, hogy mit jelent egyáltalán ez a kultúra, és mit jelent ez a haza, mert valahol ezek a dolgok elbuknak.
Geszti Petit bevonjuk, és egy újabb nemzeti vágtát. Indítunk lovasi jászattal. Nagy Péterre bármikor nagy örömmel. Na, akkor köszönöm szépen nagyon, hogy itt volt, és én azt gondolom, hogy ennek a beszélgetésnek, különösen a harmadik részének, de a korábbiaknak is tétje volt, és én ezt szeretem, hogyha egy beszélgetésnek tétje van. Mi több, ilyenkor nagyon kisbetűvel szedve, de azt is érzem, hogy tényleg van értelme a beszélgetésnek és az ember létezésének, és van küldetés az embernek, mert mi más például, ha pont nem az, hogy annak a végül is legősibb testvériségnek a rekreálása, arra való rámutatás, hiszen az egész emberiség egy vérből lett teremtve, ezért sincs értelme semmilyen rasszizmusnak, gyűlöletnek, hiszen nem is mi teremtettük magunkat ennyire különbözőnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm. Kassai Lajos lovasi ijásszal és egyetemi oktatóval beszélgettünk szerintem az élet legfontosabb dolgairól, vagy azok közül sokról. Folytatjuk a Rocktérítő Pluszt.